Jim Sweet számára ennek a mai napnak azért külön tétje is lehet, hiszen egy olyan játékos van, aki háromnál többször tudta megnyerni a UK Open-t, Phil Taylornak hívják. Michael Fangerben és James Wade vannak a második helyen 3-3 győzelemmel, úgyhogy abban az esetben, hogyha James Wade ma három sikeres meccsen lenne túl, azaz megnyerni a UK Open-t, akkor a versenysorozat örök ranglistáján feljönne Phil Taylor mögé egyedüliként a második helyre, ezzel otthagyva Michael Fangervent, és azért még lehetnek helyváltoztatások az élő világranglistán is. Erről is fogunk majd beszélni, mert lehet előrelépkedni. Igaz, James Wade nem fog tudni előrelépni, de Michael Smith például azért jöhet, de ez tényleg majd... Akár még harmadik is lehet, igen, egy győzelem árán. Fangervent hamarabb megelőzheti, James Wade-et is megelőzheti. Hát úgy, igen, ennek a UK Open-nek a legnagyobb vesztese, ugye két ember lehet, és az egyik ebből még benne is van jelen pillanatban, tehát még itt van a legjobb nyolcba, hiszen abban az esetben, hogyha most nem jut döntőbe Gervin Price, akkor ugye elveszti az elsőségét a világranglistán, és az a Peter Wright fogja átvenni, aki már kiesett. Csak ahhoz mondjuk döntőbe kell kerülni, hogyha az már megvan természetesen, akkor onnantól kezdve baja nem lehet belőle. A lebonyolításról annyit, hogy még itt a negyed döntők szintén 10 nyert legig mennek, 5-nél is 10-nél, tehát 5 legenként szünet van, de 15-nél már nincsen. Az esti meccsek egyel hosszabbak lesznek, mind az elődöntőben, mind pedig a döntőben 11 leget kell ahhoz megnyerni, hogy valaki azt mondhassa magáról, hogy megnyerte a mérkőzést. 21-jel kezdett Berli, igaz, ez köszönhető a kipattanó nyílnak is, és jön egy 100-as James Wade-től, aki tehát háromszor nyerte már meg a UK Open-t első alkalommal 2008 aztán 2011-ben, és ahogyan már többször beszéltünk arról, 2021-ben tavaly is ő volt a legjobb ebben a versenysorozatban, és igazából az volt az a három nap, ami után igazán beindult megint a szekere James Wade-nek, mert azóta viszont hengerrel is egészen elképesztő formában van, sokadik alkalommal immáron, és hát azt gondolnánk, hogy a nagy öregje a PDC-nek, ami a maga nemében igaz, de még mindig 40 alatt van James Wade. Igen, azért már sok mindent megélt játékos, a világbajnoki címen kívül azért már nagyon sok tornát is tudott nyerni. Premier ligától kezdve, ugye a UK Open-ről már beszéltél, és azért tényleg úgy beszélünk róla, hogy nincs még 40 éves. 201 ponton van Wade, Barry kezdte a mérkőzés 144-en, ő van először kiszállón. A tegnapi egyik 9-nyilas gazdája James Wade. Hiszen Michael Smithnek is volt egy immáron három darab 9-nyilasnál járunk itt az idei UK Open-en. Igen, és azt se felejtsük el, hogy ezt Michael Smith-t ott azt benézte úgy a rendező, azt hittem 8-nyilast fog dobni. De lényeg, hogy a 9. nyilat láttuk majd ezzel. A 8-at nem, de a 9-et igen. Megmutatták utána, hogy az is benne van azért. Tripla 19, dupla 12 a maradék. Nincs meg a kerekítő, úgyhogy kell még egy. 14-es. Bedobja, marad a 20 pont. 96-ról megszerezheti a vezetést Barry. Dupla. Nem lement a gyönyörű. Ó, 14 pont marad. Dupla 10 a kedvence James Wade-nek. Kívül van az első kettő. Peter Wright-nak tegnap az volt a... Nem dobja be. Peter Wright-nak a dupla 10 volt tegnap a kriptonitja. Bedobja, 1-0-ra vezet. Az írnél az előny. Neki is volt már 9-nyilas a pályafutása során, még 2019 novemberében Jurjen van der Velde ellen egy development tour mérkőzésen. De egyébként ugye hiába két tínédzserről van szó, legjobb 8 között Barry és Bialecki személyben. Azt hittem, hogy Wade-re gondolt. Akár el is sietnénk róla, miközben... 180! Na, akkor ha már itt a 9-nyilasokról beszélünk, akkor picit felfüggesztem az információ mennyiségnek az átadását. Nézzük, hogy mi történik majd a következő körben. 140-et dob Wade. Negyedik. Meddig csak itt mutogat, nem szólal meg, most már megszólalhatsz. Megmondom őszintén, tudom, hogy nagyon sokan szurkolnak, akár Wade-nek, akár Smith-nek, akár Price-nak. Én nagyon-nagyon tudnám élvezni, hogyha ma este a döntőt Kim Barry és Sebastian Bielecki játszanak. Hát az egy olyan dolog lenne, hogy a két játékos együtt 37 éves, az szerintem minden idők major torna döntője lenne a maga nemében. 96.
96-os 85 ponton maradt Barry, jó helyzetben hátsó pályáról is, pláne, hogy nem tud kiszállni Véd 142-ről. Azt hittem, hogy... Százas, 2 maradék. Igen, 85-re. Dupla 15, dupla 20. Megvan, dupla 20-ra, 2 nyíl. Az alatta van, dupla 10. Az is jó! 2-0 Barrynek. 12 nyilas leggel. Nagyon magabiztos játék. Egyébként ez volt mind a kettőjükre jellemző, hogy csináltak 4-5 leges, nagyon szenzációs sorozatot, aztán nagy hullámvölgybe tudtak kerülni, és itt most a fiatalokról beszélek. De egy biztos, hogy James Wade nem veheti Kimberlyt félváról. Hát meg pont már itt már az a legjobb 8 között kit fogsz félváról venni. Pont arról beszéltünk itt négy szem közt a közvetítés előtt is, hogy majd figyeljen meg, hogy Bialeckivel hogyan viselkednek a többiek, hogy milyen tiszteletet kap már most, ami nyilván egyrészt a játékának, másrészt pedig a viselkedésének köszönhető, de azt hiszem ugyanez elmondható Barryről is. Az most jó helyen van az első, a második fölötte. Az is. És hát a színességét az mutatja igazán a legjobb 8-nak, hogy az első három párosítás az olyan, hogy ezek a játékosok nem játszottak még egymás ellen, nem? Hopp, közben 180! Elméletileg hivatalos mérkőzésen Barry nem játszott Wade ellen, Bialecki nem játszott O'Connor ellen, Noppert nem játszott Heta ellen, ami azért érdekes. Smithnek és Price-nak azért természetesen elég mély közös múltja van. Hú, ha egy 180-at tudna most dobni, vagy akár 140-et Barry, már pedig csak idézőben csak egy százas, egyelőre viszont abszolút irányítja a meccset. Tökéletesen. Talán az első szektoriba az egész mérkőzés. Nem, már volt szektoriba, de nem volt csak. A 62! Tegnap így csinálta Wade. Szokásos Wade-es reakció, 139-en maradt. 3-0-ra vezethet az ír. Tripla 20, jó, kell a sima, és a dupla belőle! Mit játszik Barry? 3-0! Itt egyébként már amikor néztük a bejövő beszélgetést Chris Masonékkel, elmondta, hogy nagyon-nagyon izgatott a két fiatal sráccal kapcsolatban, de mellette óriási William O'Connor rajongó, úgyhogy nagyon jól fogunk szórakozni ma, azt hiszem, és az, hogy ilyen játékkal tud előrukkolni Barry rögtön itt. Azért ilyen is régen volt, hogy két ír van a legjobb 8 között. És ráadásul Barry és O'Connor. Igen. Ami most már nem akkora csoda, de... Igen. Megint szektorhiba Wade-től. És most azt számolgatom, 86-os. Hogy kik azok a nyolc közül, akik még nem voltak a színpadon. Barry még nem volt, emlékezetem szerint, Bialecki sem volt. Mindenki más volt. Mindenki más volt, igen. Ugye O'Connor tegnap játszott Wright ellen, Wade volt tegnap szintén. Emlékezetes. És Robert is Duyven Bode ellen. 180! Láthatjuk a közönséget, a létszámmal eddig sem volt probléma, a hangulatot azért emlegettük többször, az nem volt az igazi, és egyelőre még mindig nem, és könnyen lehet, ez a Mindhead-i sátor vagy csarnok nem fog felrobbanni ma, de azért hát, ha majd itt az elődöntők döntők alatt nagyobb lesz a hangzavar, mint az eddigiek során. Na, jó 161-es kiszálló. Igen. 40 ellenében ott vár, ugye, hát ebből nem lesz. Egyébként van ilyen applikáció, amivel ott lehet nekik mindenféle innivalókat rendelni, és mi a 9-es asztalhoz az Olival rendeltünk 4 sört, hát ha jobban örülnek neki. Dupla 10! Nem tud kiszállni Wade, 4-0-ra vezethet Kimberly. Tripla 20, dupla 18. Kell a tripla. Nem. Hát nem, 16-os a vége, 40 marad, dupla 5. Az benne van. Megvan az első megnyert legje James Wade-nek. Igen. Egyébként az átlagok 69,59 százados Kimberly, és 93,78 százados átlagon van James Wade. 96-os első kör, 5-ből 3, 7-ből 1 ez a kiszállózás, pedig ami jellemző James Wade-re, különösen az elmúlt egy évben, az, hogy akármilyen versenysorozatot nézünk, vagy mondjuk a Premier League-et, ha nézzük az előzőt, akkor neki volt a legmagasabb kiszállózási százaléka. Jó a leváltás, kétszer is 134. Nagyon jól játszik Barry. Most már össze kell rakni a nagyon James Wade-nek. 180! Meg is teszi. Itt majd valamikor lesz, kicsit beszélünk erről a nyillógásokról.
Igen, jött komment ezzel kapcsolatban. Ó, de szép! Szép. 126. 145-ön maradt Barry. Ezt kell dobni 271-re, nagyon szép volt. És ami engem a legjobban érdekelt, szép. És érdekel a mai napon, hogy a két fiatal srác a színpadon hogyan tud működni, de Barry, mintha otthon játszana a kis szobában. A szó pozitív értelmében persze. 105, marad a 85-ös, 127. Fontos leg, tripla 19, hogy mehessen a burra. Nincs meg, úgyhogy vissza föl, marad a 68. 85, tripla 15, dupla 20. Most nincs meg a tripla, úgyhogy 20-as kell, vagy tripla 20, dupla 5. Bedobja Barry! 4-1-re vezet az ír srác a címvédő James Wade ellen, és azt hiszem, hogy ez egy olyan első része volt a mérkőzésnek, amivel egyrészt elégedett Barry, másrészt pedig nagyon jó alapot szolgáltathat a későbbiekre, úgyhogy 4-1-es Barry vezetésnél megyünk el az első szünetre. Legjobb játékot hozó, bármilyen szegmensből meg lehet ezt közelíteni, ezt a kérdést, azt hiszem. Hát... Hogyha magát a eddigi játékos pályafutást látjuk, akkor az egyik játékos az természetesen Gervin Price lenne, akire azt mondanám, hogy a döntőbe kerülése az egy reális dolog. A másikat, azt megmondom őszintén, nem nagyon tudom eldönteni. A James Wade, Michael Smith, de ugye ez nem lehetséges, hogy Michael Smith is, meg Gervin Price is ott legyen, természetesen, de... Nehéz kérdés. Tudod, nem tudok semmi más mondani, se megerősíteni, se megcáfolni, nem tudom a miniszter engedélye nélkül. De hozzáteszem, hogy azért van még egy olyan játékos, aki képes arra, hogy eljusson, és a Demo Herta. Pláne látva azt, hogy kiket és milyen játékkal győzött le. Így van. Ugye túllendült Michael van der Venen és Johnny Claytonon is tegnap Demo Herta. 140-nel folytatja Wade. Az minden esetre látszik azért az angoló, hogy nem viselte meg azt, hogy az első ötlegből négyet elveszített. 139, nem merte oda dobni a harmadikat Barry. De jó kis meccs ez, 98-99-es átlagok mindkettejüknél. Az megint egy hármas most Wade-től. Már várom egyébként a szójátékokat, hogyha esetleg kiesne Wade, hogy nem lesz címvédés. Igen. 140. Barry, mintha semmi nem történt volna. Igen, tegnap ugye mutatták Darth Vader is lenni. Igen. És ugye akkor jött a Darth Vader. Igen. Bizony. 78-on van Vader, és bajban van a hátsó pályáról, így meg aztán pláne. 140-82-re jön le Barry. Egy jó bullos kerekítővel mehet is majd a dupla 16-ra. Brutális. Figyelj, és Véd is nagyon 18-as. Marad a 40. Na, az a 82. Bull dupla 16. 25-ös jöhet még egy. 17 és egy nyíl a dupla 20-ra. Bedobja! Hogy játszik? 7-ből 5 a kiszállózás a Barrynek. 7-ből 5. 101,11-es átlag, 115-ös kerek, első 9 nyíl. 71%-os kiszállózás. 5-1 Keane Barrynek James Wade ellen. És tényleg úgy van bekapcsolva az agya most az ír srácnak, mintha nem színpadon dobna több ezer ember előtt óriási téttel, hiszen itt amellett, hogy persze a UK Open egy jó kis torna, azért bizony súlyos 1000 fontokról, meg 10 000 fontokról beszélünk. És ez igaz cashben is, meg igaz a világranglistán is, hát nagyon nem mindegy. Vajon az a pillanat elérkezik-e Barrynél, hogy elkezd azon gondolkozni, hogy hú, hát itt be lehet jutni a legjobb négy közé, vagy el tudja ezt az egészet engedni, és csak dobni, amit eddig dobott. Barry Nopper döntő lett, valaki azt mondta. 140! Robog Barry! Robog! És nem tudott, ugyanazt tudta csak végigkísérni Wade. Most hátsó pályán. Most nem tudja kísérni. Most lemarad egy picit. Sőt, nem is annyira picit, majdnem egy százassal. Nem tud, most látszik, hogy bajban van Véd. És azért itt a második szünet előtt nagyon nem mindegy, hogy mennyi lesz, mert 9-1-ről nem fog visszajönni, 8-2-ről sem valószínűleg. Itt most ezt a következő 4-ből 3-at meg kellene nyernie, és igyekszik is tenni ezért. 140 viszont egál van.
folyamatosan Berri áll jobban. Fú, de jól játszik. Azt a mindenit neki! Nem tud lejönni, 32-52 a maradék. De hát az eddigi kiszállózását nézve a zicser. 103-nál tartunk, marad a 83. Na nézzük, 52, 12, dupla 20. Igen, föntre néz. Nem, 32-t választotta, ez most hiba volt szerintem. Dupla 8, de belegolja azt is, hát ez hihetetlen. Hihetetlen, 9-ből 6. Nem tud hozzászagolni James Wade a meccshez. Hát ezt állunk és bámulunk. Jó kezdés most Wade-től. 19 évesen ezt a játékot. Azt nézd, ez nem igaz. 139, visszadobja. 6-1 Berlinnek. A kérdés az, hogy mit kell ahhoz, mit kell teljesíteni ahhoz, hogy ide eljusson valaki. Hát sok meccset. Gyerekkora óta vannak dolgok, amiket félre kell tenni, és élsportolóként az edzésre kell koncentrálni. Meg a tanulásra. Százas, nincsen tripla nélküli köre gyakorlatilag Keane Berrynek. Hát igen, az előbb volt 2 az előző legbe, de ugyanúgy tripla nélküli körrel kísérte James Wade is. Nézd meg, elég egy jó negyed óra hozzá bármilyen meccsen, és már itt a kedves nézők írogatják Berryt, hogy szeretnék látni a döntőben. Igen, igen. Megkockáztatom, hogy sokan még nem is látták egyébként ilyen hosszasan játszani Berryt, persze már többször figyelhettük, de hogy tényleg ennyire egy néhány perctől valaki kedvencé tud válni. Most nem is véletlenül. Most van egy pici lemaradásban, de hát 81 ponton van Wade, az egész nem tetszik neki, úgy, ahogy van, érződik, hogy abszolút diszkomfortos neki most ez a meccs. Berry meg Lubickol. 100-as. 104-re megy, 81. Tripla 12, vagy sima 12, dupla 13. Az bedobja! Hát ez most jót tesz az önbizalmának és a játékának is Wade-nek, hiszen 2 leg van még hátra a szünet előtt, 6-2, és akkor ez vagy 8-2, vagy 7-3, vagy 6-4, és egyáltalán nem mindegy. Százas, egy 15 nyilas leg volt egyébként. Nem jó, amit csinál most Wade. 55 pont, pedig nem volt olyan kiemelkedő kezdés most az írtől. Így van. Fontos. Hát egy százas volt azért, az egy jó kezdés. Azt mondom, nem volt annyira kiemelkedő, jó kezdés volt. Ez is százas. június 25-én született Berry. Az most szép, 123. Jó, az első nyíl, a az második is. És milyen jó tempóban dob! 140, kiszállón van Berry. És Wade, ha nem dob 3 triplát, már pedig nem dob, nem lesz kiszállón. 6 nyíl legalább a 161-re. 93-as. Na, nézzük a 161-et. Most a kerekítésre kell figyelnie. Tripla 19, marad 62. Megint nagyon előnyös, valami nagyon nagyot kéne James Wade-nek dobni. Sima szektorokkal is lejön kiszállóra, csak a 170-re nem, hogy azzal nem operálhat, hogy az majd tuti menni fog, nem is 170-re marad, hanem gyönyörűen 90-re hozza le magát. Ez nagyon szép volt James Wade-től. Fontos leg. Megvan a tripla 10, dupla 16. Ez messze. Igen. De ez bedobja! Hát ez hihetetlen! 7-2-re vezet Berry, és a legrosszabb esetben 7-3-as előnye lesz a meccs második és egyben utolsó szünetén. 3 leget kell még nyerni a győzelemhez. Százas. Látszódik rajta, amikor ott van Wade mögött, árdogál hátul, hogy próbálja visszatartani a mosolygását, hogy a koncentráció megmaradjon, de hát ez nehéz lehet most. Fú, de jól dob. Most egy szektorhiba. 21, igen, most nem is volt olyan a tempó. Ez most jó, pedig Wade. Nagyon jó, igen. Százas, nem jönnek a két triplák neki. Jó, az első nyíltök. Ó, azt elkapkodta. Százas. Nézzük Wade-et. 2 triplával kiszállón lehet. Nincs 2 tripla. Berrynek a 2 sem lenne elég. A 3 viszont igen. Nem lesz. 98-as.
Nagyon jó első nyíl. Ó, 120 ponton marad, úgyhogy most Barry viszont egy jó keletővel. Igen, tehát ő fog még idő mindig James védnél a lehetőség, hogy először őt dobjon kiszállóra. De 140, 82, megint meg 82-t. Tripla 20, ki kell állnia sajnos. De bedobja is, a dupla 20. Azt nem, úgyhogy most jön megint a 82 Barrynek a 8-2-es vezetésért. Megvan a ból, dupla 16, dupla 8. Most megállt megnézni, érezte, hogy ezt nem kell kapkodni. Szerű van. Na véd. 74 a dobás. Fú, de messze, dupla 5. Ú, de nagy bajban van véd, meg kellene dobnia. Bedobja! Bedobja, és ez a meccs szempontjából is nagyon fontos nyíl volt, mert nem 8-2-vel megyünk szünetre, valami nagyon nem tetszik Wade-nek. Valamit szóvá tesz, 7-3-ra vezet King Barry James Wade ellen, innen jön majd a folytatás. Arról ugye beszéltünk, vagy említetted, hogy milyen tisztelettel viselkednek a játékosok, mondjuk Bialeckivel, vagy Kimberivel, de hogy összességében mi jellemző, vagy milyen tapasztalatokat lehet hallani azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy 17-18-19 éves srác milyen viszonyban van, mondjuk a világranglistán közel hasonló helyet elfoglaló, nem tudom, 50-es évei végén, 60-as éveiben járó játékossal. Azokat a játékosokat, akik olyan visek. Tehát 180! Hát, úgy viselkednek nem csak a tábla előtt, hanem mindenhol. Tehát meglátják benne az alázatot, a tehetséget. 134, akkor azt természetesen fölkarolják és maximálisan elismerik. Nincs azért nagyon nagy ilyen áskálódás, meg ilyen rossz hangulat azért ezeken a darts versenyeken. Néha azért vannak összezőrenések egyéb okokból, de aztán utána ez meg van beszélve csőr mellett este. A 180 után jött egy 60-as védtől, de így is ő van most előnyben, ráadásul hátsó pályáról. Főleg így, igen. Talált a triplába. 100-as. Véd van először kiszállón, de elég magas kiszállón, úgyhogy egy nagy kerekítővel sokkal jobb helyzetbe kerülhet Barry. 180! Ez például egy sokkal jobb helyzet. És nincs is tripla 20 a Védnek. Nem fog kiszállni 161-ről. 59. 100 fölött marad. Ráadásul három nyilas kiszállón. 18-as, dupla 16. És 32. Cikén múlott. Nagyon kellene a bravúr védtől most, hogy a 102 meglegyen. Egyetlen nyila lenne a duplára. Igen. Hoppá, kiesik a kezéből. Kettes. És a dupla 20, ezt nagyon tudja. Be is dobja. Rékel egyet véd, 7-4 van. Na, itt jön elő egy újabb dolog, hogy ezt mennyire fogja bírni fejben majd Kimberly. Jó leváltás Wade-től. 96. Jenei Berdondett is azt írja, hogy elnézne egy Barry Smith döntőt, ha Smith olyan formába tudja hozni magát, mint a világbajnokságon. Egedűs Gergő azt írta, hogy ez a jó a dartsban, hogy nincsen nagyon előre lefutott mérkőzés, és ez is egy újabb példa erre. Úgyhogy meccs előtt sem volt lefutva, így van. 7-3-nál sem volt és lefutva, meg most is lefutva. 100 pont. Jó kezdés az 54-re, jön mellé még egy. Jó, 162! 143-at hagy magának véd. Javul, és Barry pedig talán egy picit kezd visszaesni, no nem nagyon. 100-as. Semmi mástól nem függ, csak hogy mennyire lesz türelmes. Mikor kezd el már pánikolni azon, hogy közelítenek rá, és mekkora előnye volt, és ezt kezd el tűnni gyönyörű. 52 marad. 220 ponton van hátsó pályáról Barry. Az nagyon szép. 180! Ki kell szállni a 52-ről Wade-nek. 12, jó, dupla 20.
Dupla 10. Nincs nem meg! Nem tudja bedobni! 7-5 helyett ebből 8-4 lett. A dupla 10 az nagyon nem jön neki. És az meg benne van. 8-4-re vezet Keane Barry. Az első komolyabb reakció tőle egy leg megnyerése után. 2 legre van a UK Open elődöntőjétől. És ami nagyon fontos, hogy az elveszített saját játék után azonnal visszabrékelt. Igen. És hogy átveszi most az egészet fejbe. Készül rá, és jön is a tripla. 140. Nagyon jó első pályás játék eddig. De James Wade-et soha nem szabad leírni. Bármikor képes egy 9-nyilasra is akár. Ma nem. Ma biztos nem. Ma senki nem lesz arra képes. Azonnal a leváltás működött, de csak az első nyilla a 96. Mennie kell lefelé az angolnak is. Fölötte van. Az csak 39 így. Nagyon nagy hátrányban van Wade. 100 pont a lemaradása. És hátsó pályán van. Az benne. 95-tel 170-re megy le. 6 nyila lesz a 170-re Barrynek. 6 nyila biztosan lesz. Oda néz. 140. Itt számít az egy kipattanó nyíl, mi? Tripla 20 jó. Az alatta. Tripla 18 vagy bull. Burra ment, marad a 65. 222. 100,21 százados átlagon Keane Barry. 140-re 82-t hagy magának Wade, de most jön a lényeg. Így van, 25 dupla 20. Megvan a 25 dupla 20. Az is! Megoldja! Négyre vezet Keane Barry, 16-ból 9 a kiszállózása. És egyre nagyobbnak tűnik most már az a nem létező mosoly az arcán, de még mindig kell egy. Hát igen, a legnehezebb. 6-ból egyetlen egyet kell megnyernie. Wade azért most már az árulkodó. Sokat voltak így vele, amikor ő megjelent a dázba, hogy elpáholta az öregeket. Ugye Keane Barry a ranglista 66. helyének köszönheti azt, hogy egyáltalán elindulhatott a versenyen. Legyőzte a harmadik fordulóban Jeffrey Detzvánt, utána jött Graham Hall, Zunefeld, azt követően győzte le Ricky Evans tegnap, és most van itt James Wade legyőzésének küszöbén. És játszanak egy magas szintű meccset. Wade most már egyre nagyobb életet él, külön az arca. Igen, ez neki nagyon, nagyon sok szint. Hát ez, tényleg ez lehet a bírni a legjobb a bírom. 57-es. Még mindig azért. Ez is nem jön a tripla. 100-as. Milyen fejeket vág most már Wade. Le fog jönni kiszállóra Barry is, méghozzá nem is akármilyenre, 110 marad. 100-as fölött van az átlaga, és hogyha a 110-et megdobná, akkor ott is maradna. Tripla 10 vagy tripla 14-re ment, 52 marad. 110 a meccsért. Meccsnyira lehet Barrynek. Ezt kiejteni is, de... Bull vagy tripla 18. Burra mennek is van meccsnyi, bedobja! Bedobja Barry! 10-4-re megveri a 19 éves írjátékos a címvédőt, úgyhogy James Wade, hát nem hogy hozzászagolni nem tudott a meccshez, hanem az orrát sem tudta közelebb dugni. Hát ez káprázatos játék, 100,19 százados átlaggal, 59 százalékos kiszállózással. Messze járunk az igazságtól, hogyha azt mondjuk, hogy ez Keane Barrynek élete meccse volt, nem feltétlenül a számok miatt, hanem a verseny... Felnőtt mezőnybe biztosan. Nyugodtan mondhatjuk, élete meccse volt, igen. No, egy tini már a 4 között van a címvédő, hát kiesett, jön utána a még versenyben lévő játékosok legfiatalabbja, Sebastian Bialecki, William O'Connor ellen, úgyhogy vagy két tini lesz, vagy két ír lesz a legjobb 4 között, ez már biztos. Tessék? Mi az a timi? Na, mindjárt jövünk vissza Bialeckivel és O'Connorral.